Ez a Future Talks Podcast, Krizsó szélvéje vagyok, és ahogy megszokhatták, a jövő kérdéseiről fogunk beszélgetni. Most éppen az oktatás jövőjéről, és itt van velem Balatoni József Jocó bácsi, mert hogy ugye influencerként is tevékenykedsz, nem csak pedagógusként, és hát a többség téged Jocó bácsiként ismer. És azon gondolkoztam, hogy ha most itt téged megnézlek, akkor én így képzelném el a jövő tanárát, de te meg itt vagy velünk a jelenben. Igen, 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 köszönöm, hogy itt lehetek. Ez egy tök fontos dolog. Igen, tehát lehet, hogy ilyen lesz a jövő tanár, vagy bízom benne, hogy ilyen lesz, csak addig, amire ilyen lesz, addig, én meg már nem leszek ilyen. <laughs> Úgyhogy valahogy ezt meg kéne oldani, hogy maradjak ilyen, és akkor tök jó. Uh, igen. Tehát, hogy valahogy, valahogy ilyennek kéne lenni a jövő tanárának. Tehát, hogy most, most egy ilyen átmeneti időszakon, tehát, hogy most az van, hogy egy picit vannak már ilyenek, meg, meg, meg vannak a nagyon nem ilyenek, és van a kettő közti átmenet. Most úgy tűnik, hogy van egy váltás a pedagógusok között, már aki ugye van még éppen a pályán. Az ilyenek, csak hogy, hogy definiáljuk, hogy te az ilyenen, mm. mint amilyen te vagy, mm. mit értesz pontosan? én azt gondolom, hogy az ilyenen, ha mondjuk a külsőmet nézem, tehát már nem az, a, nem az a, klasszik, tehát hogy én, én nagyon sokat kaptam meg még mondjuk ezelőtt 8-10 évvel, hogy mert egy tanár nem menjen rövid az iskolába, ne, ne legyen kitetovával, ne legyen szőke a haja, ne vegyen föl, föl, ilyen cipőt, hanem, hanem a, a zárt cipő, a hosszú nadrág az adott esetben ing. Tehát, hogy a külső egyeket nézzük, akkor már inkább, inkább vagyok egy, nem tudom, egy ilyen mai trendi ember, tehát nem magamra mondom, hogy az bajok, hanem hogy általában, mint, mint, tehát, tehát hogy most az én fényképemet kitennéd valahova, és aki nem ismer és megkérdezett, hogy ez a srác mivel foglalkozik, nem hiszem, hogy megmondanák, hogy pedagógus. Tehát nagyon sok más mondanának, de ezt ne próbáljuk ki, mert nem biztos, hogy jól jövök ki ebből. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül így képzelünk el. a, a másik az az, aki nem ismer, és még készít be, velem interjút, és nem tudja, hogy én ki vagyok. Vannak ilyen helyzetek, képzeld el, hogy... Elhívnak interjút, és hogy... Igen, és meglepődnek, hogy ők egy, hogy ők egy idős bácsira számítottak, hiszen ő ott szó bácsi, ja, tehát aha. egy ilyen szakállas, pocakos, ez is milyen porakényszer képzett, hogy aki idős, az pocakos és szakállas. És akkor nagyon meg tudnak döbbenni azon, hogy, hogy én, én vagyok az, és akkor utána persze már, már, már átalakul a helyzet. Csak addig van egy ilyen nagyon érdekes Hát mondjuk egy kicsit megleptél, bár mondjuk én, mert tulajdonképpen alapvetően semmi nem lepődök meg, csak hogy van, aki elhív téged interjúra, és nem tudja, hogy igazából mire számítson, az furcsa, hogy. Hát, én, én már mindegy, nem lepődök ez a felkészült, meg. mindegy, szóval én nem lepődök lesz, meg. Hogy... Te, tehát, hogy, hogy engem hívtak a könyvemről beszélgetni, az elején közölte a Misha vezető hölgy, hogy a, ő nem olvasta a könyvemet, csak gyors olvasásra belefutott, és az első öt percben elmondta a könyvemnek a végét. Kik-kik kicsit lettem dühös a szpolyázéstől, de mi több hát igen, van is van, nagyon... de most az nyilván arról szól, hogy az az ihletés, és akkor gyakorlatilag... Igen, és akkor a Karán mondta a regényemnek a végét még évekkel ezelőtt, hú, és hát azt, hogy beleírtad a végéletet, és, és lelőtte az egész poént a könyvből, szerencsére ez valami reggel hatos és valami kis kerületi tévé, tehát gondolom több tízezer ember ez eljutott, hogy nem. Szó, szóval én már nem lepődök meg ezeken a dolgokon, én, 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 például nem készülök már interjúkra egyáltalán, tehát hogy én nem is kérem a kérdéseket előre. Én nem szeretem tudni, hogy mi hát fog történni. Nem kérheted volna, csak mondtam volna, hogy ez viszont nem mondom meg. meg azt mondom, hogy ezzel... Ne, <síthat> Ezeket, ebből a szempontból ez persze a te problémát, hogy hogy készülnek mm. rád, vagy hogy nem készülnek rád, de abból a szempontból meg mégsem, mert hogy Elárul a világunkról nagyon sok mindent, és kíváncsi vagyok arra, hogy pedagógusként lehet-e még tenni. És számomra ez arról szól, hogy annyira a felszínességben vagyunk, hogy egész egyszer már az, hogy valaki felkészül, tudást szerez, megtiszteli azt, akivel ő beszélgetni, alázattal van a nézők vagy a hallgatók iránt, és ez most az élet minden területére érvényes, ez olyan, mintha kiveszőben lenne. Olyan, mintha a teljesítménynek igazából most már nagyon kevés hozzáadott értéke lenne, mert elég annak látszani, nem kell annak lenni. Látod-e ezt -e ugyanezt, amit én most mondtam, és ha igen, akkor lehet-e ezen még pedagógusként bármit is tenni? Abszolút látom. A jelen helyzetet már nem tudjuk. Tehát aki benne ez már kialakult, és aki már így, így érte a sikereket, azzal már nem tudunk mit csinálni. De most, minthogyha, nem tudom te, hogy gyerek, mi, mint mi, mi, hogyha ezt leáldozóba lenne ez a történet. Tehát ma már, ma már nem elég az jó esetben, hogy bemész egy valóságsorba, és másszalán megpörgeted a kis bármidet, és akkor utána sztár vagy évekig, vagy hónapokig is abból élsz, hogy te ezt tetted. És a mai gyerekek, megint ezek a kifejezések, hogy mai gyerekek, szóval az a, az a generáció sokkal mélyebb. Tehát, hogy, hogy egyszerűen vannak olyan műsorok, amire a, ami kifejezetten nekik készül, az ő igényeknek megfelelően válogatják már össze a szereplőket, nem akarok műsort mondani, és azt mondják a mai 16-17 évesek, hogy vállalhatatlan. Mert hogy, mert hogy már semmi nincs benne azon kívül, hogy káromkodunk és nem tudom, mit csinálunk, és mutogatjuk ma magunkat. Tehát én most azt látom, hogy bennük már megvan az igény. Nem mondom azt, hogy a nagyon elmélyülése. Mert már én se vagyok az az ember, aki, aki nagyon el tud mélyülni egy-egy dologban. Hanem én is szeretek nagyon sok mindenben tájékozott lenni, és lemenni addig a mélységig, amíg nekem komfortos, vagy amíg nekem jó, amíg élvezem a tanulási folyamatot. Tehát, hogy érdekel a, nem tudom, csillagászat, de amikor már a kvantumfizikára kéne foglalkozni, akkor azt mondom, szépen, nekem a csillagászatból ennyi elég volt, akkor átnyergelek egy tök más Üh. Most nagyon érdekel az agykutatás, hogy az agynak a fejlődése, vagy a különböző neuronok összekapcsolódása. De nem megyek el olyan mélységig, hogy mondjuk, hogy mondjuk egy, egy, az agy hálózatát megtanuljam latinul. Szóval én azt gondolom, hogy, így, hogy most látok egy ilyen visszaforhaladó tendenciát, és látok a mai gyerekekben igényt arra, hogy, hogy lehessen beszélni, lehessen értéket képviselni, lehessen értéket teremteni, és ennek az is a az is az eredője, hogy, hogy most itt, itt tudunk, akár egy YouTube-ban, akár egy podcast műsorban, vagy olyan valami, mind a kettő is, és én szabadon lehet tartalmat nyertani. Mert mondjuk a televízióban azt kapták, amit az arcukba raktak. És akkor vagy befogadták, vagy nem fogadták, de nem nagyon volt más választás. És most viszont a podcasteknek a korával szerintem nagyon nagy változás van, mert rengeteg igény kielégülhet egy podcastben. És ez szerintem tök jó, és ők hallgatnak is podcastet. Sőt, inkább podcastet hallgatnak, mint mondjuk YouTube videót néznek. Jó, de akkor ezek alapján ez egy jó hír nekem. Tehát, hogy azt mondod, mert ugye nekem ezt is. te mondtad, hogy ezek a mai fiatalok, ugye szoktuk mondani, hogy a mi időmben, és hát ezek a mi időnkben is, ezek a mai De akkor ez egy jó hír, Igen. hogy, hogy van igény a tudás megszerzésre. Az a kérdés, hogy te, mint tanár, hogyan tudsz konkurenciát teremteni a Google-nek, a mesterséges intelligencia bármilyen megnyilvánulásának, tehát hogy legyél kellőképpen érdekes és érvényes és aktuális az iskolában, mert egyébként most már az információhoz tényleg így lehet hozzájutni bárhonnan. Én azt gondolom, hogy elsőkörben azt mondanám, hogy én nem is tudok és nem is akarok konkurencia lenni. Ezeknek hiszen régen sem voltunk konkurenciai pedagógusként a könyvtárnak mert hogy nem tudsz, nem tudsz az lenni. Én azt gondolom, hogy amivel, amivel több vagyok, mint a Google, hogy, hogy ott vagyok, elérhető vagyok, érthetően mondom el, elmondom többféleképpen, rávilágítok dolgokra, humorizálók játszunk. Amíg mondjuk egy Google-ben, vagy kinyitottunk annak egy könyvet, akkor csak elolvastuk azokat a száraz dolgokat, amiket el lehetett olvasni, és nem nagyon volt abban semmi izgalmas. Tehát, hogy, hogyha, ha, ha, válaszolnom kéne, hogy hogy tudok konkurálni, akkor azzal tudok konkurálni, hogy élő vagyok, hogy balit vagyok, és hogy emberi vagyok, és esendő vagyok, hogy tudok hibázni, hogy el tudom ismerni, hogy bocs, ezt elrontottam, mert éppen volt valami agyzáram, és egy évszámot rosszul mondtam, és 10 perc beugrott, hogy hú, várjatok, ez nem is az. Tehát, hogy, 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 ettől élővé, emberivé válik, és vannak érzelmeim. És ezeket az érzelmeimet felvállalom, és nekik meg nagyon fontos az érzelem. Tehát az, hogy, az, hogy, az, hogy érezzék. És teljesen miért, hogy pozitív vagy negatív, de legyen visszacsatolás, legyen egyfajta érzelem kinyilvánítás, hogy én most haragszom rád, én most büszke vagyok rád, én most kedves vagyok veled, én most bunkó vagyok veled, de valami legyen. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen, egy ilyen érzelemmentes állóvíz az egész. Én ezt tapasztalom. Nem is hogy ez minden diákra igaz. Ez sokszor... egy érdekes, amit mondasz, mert itt volt nem olyan régen Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, mm. és ő meg pont azt mondta, hogy ugye mostanában gyakorlatilag mindenhonnan azt köszön vissza, hogy az érzelmek azok, azok nem láthatók. Tehát, mm. hogy hogy megnézel egy most éppen felnőtt tartalmú filmekről és a fiatalok mm. szexes életéről, mm. vagy éppen annak hiányáról beszél, de hogy hogy nem úgy szocializálódnak, hogy lássák az érzelmeket, mert nem ezt kapják vissza. Hát oké, okay, csak amikor én gyerekkoromban bekapcsoltam egy pornofilmet, ott sáttam nagyon érzelmeket egy-két dolgon, dolgon kívül. Tehát, hogy, így, tehát, hogy van egy-két élmény a, ott az emberek arcán, de nincs túl sok érzelem. És én még ugye bajok annyira öreg, hogy én még a hangalámmondásos pornofilmet is láttam élmény amúgy megnézni ezeket. Tehát, hogy, hogy de a való életben, amikor megkapcsolódsz hozzájuk, vagy ott vagy velük az órán, vagy elmész belük táborban, akkor nagyon is igénylik azt, hogy, hogy legyen visszajelzés. És, és hogy mert ugye beszélgettem hr például, és ők is azt mondják, hogy nagyon fura, mert hogy folyamatos vissza, visszacsatolás kell nekik. Ez ugye akár arra is visszavezethető, hogy a közösségi médiában azonnal van visszajelzés hogy, hogy kiteszel egy képet, akkor azonnal jönnek rá reakciók. És te tudod magadról, hogy milyen gyorsan jönnek és mennyire de a reakció, akkor az jó vagy nem jó. Az tetszik az embereknek, nem tetszik az embereknek. J -j -j jön komment, nem jön komment. ilyen, és ezt várják el az életben is, hogy legyen egy ilyen visszajelzés, amit nem tudsz mindig visszajelezni, de meg kell próbálni, mert, mert, ők, mert ők nagyon, nem tudom, hogy bizonytalanok-e, vagy tényleg ennyire fontos nekik az, hogy történjen valami. Hogy látod egyébként, hogyha most ugye visszatér a beszélgetősünk elejére, hogy mondtam, hogy hát ilyennek képzelem a jövő tanárát, és akkor ugye egy kicsit erről polemizáltunk, hogy mi lesz a jövő iskolája? Tehát mondjuk képzeljük el, hogy 15 év múlva, hát akkor te még boldogan és békésen fogsz tanítani. Kiket, hogyan, milyen formában te ezt, 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 szoktad így magadnak vizualizálni? Nem, mert, mert én mondjuk ezzel a 15 éve nem tudtam elképzelni, hogy, hogy mondjuk ma, ma a mobiltelefonom többet tud, mint egy számítógép. Tehát annyira gyorsan változnak a dolgok, hogy nagyon nehéz. Én szerintem pont az iskának kell lennie annak a bázisnak, ami halad a korral, de közben megőrzi azt a, azt a kedves báját, azt az intimitást, azt a, azt a gyerekcentrikus dolgot. Hát, ha én építhetnék iskolát, vagy a jövő iskoláját nem, akkor az színes lenne, mozgatható lenne, babzsákok lennének, lennének interaktív eszközök, tehát hogy tényleg lenne 3D nyomtató, meg kicsi robot, meg nagy robot, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de közben ott lenne a kislabda, a gazdálkodj okosan, a társasjátékok ez a kártya, minden. Tehát, hogy egyfajta ilyen, egyfajta ilyen nem tudom, játszószoba lenne ahol le lehet modellezni, nem tudom, egy ütközetet, akár mesterséges intelligenciával összeállt egy verset, miközben mi megírjuk magunk ugyanazt a verset, és megnézzük, hogy az AI, illetve mi milyen verset írunk. De rengeteg féle lehetőség van. Én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha ez egy tényleg egy, egy kedves, barátságos környezet lenne. Mert azért ma ha az iskolára gondolunk, akár a mi gyerekkorunkból, de akár minden mai napig, tehát nagyon sok helyen ugyanazok a padok vannak, mondjuk egy tornaöltözőben, mint ezelőtt húsz évvel, hogy, hogy ma nem ez a kedves bájosság jut eszébe az emberek az iskoláról, hanem az a melegség, a ridegség, a... De ez egyébként kin múlik, meg mi múlik. mert amiket most mondtál, hm? az nagyon kedves az én szívemnek, de gyakorlatilag ezt akár most meg lehetne tenni, hiszen már Persze. van 3D nyomtató, már van VR szemüveg, olyan túrákat lehet a városban csinálni, hogy VR szemüveggel, te ott vagy a csata helyszínén mondjuk Budapesten, alapvetően van mesterséges intelligencia, írja a verseket, a zenéket, tehát hmm. hogy mi múlik az, hogy nem ez az általános? Már most akár. Hát a pénzem. Hát ez kizárólag múlik. Tehát, hogy, hogy mennyibe tartanom, hogy lecserélni a a régi klasszik iskolapadokat olyanokra, ami átalakítható le összetolható, szétszedhető egyesével, kettesével, hármasával, évvel, négyesével. Tehát ezek nem, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy nem tudom, több száz milliót kell egy épületre elkölteni, nem ártana, de, de már alapból. Ha csak egy teremben, aztán még egy teremben, aztán még egy teremben, de, de hogy nincs. Tehát, hogy, hogy ugy, ugyanolyan típusú klasszik bútorok vannak, csak max újabb, mint régen. Tehát én szerintem ez a ráköltött pénzem múlik. Tehát az, hogy ki mennyire, ki mennyire, költ rá, vagy ki, ki mennyire akar, mert hogy nem biztos, hogy egy oktatási intézmény akar ennyire gyerekközpontú lenni, hogy mondjuk tele van babzsákkal egy adott tér, és ott lehet, lehet akár babzsákokon tanulni. Vagy nem biztos, hogy annyira akar interaktív lenni, hogy legyen minden színes. Tehát, hogy szerintem itt, itt akarat kérdése is, de mondom, leginkább a befektetett pénzt látom annak, hogy, és persze, tehát mondhatjuk azt, hogy kisebb nagyobb problémánk annál jelenleg az oktatási környezettel, mint hogy színese a pad, mert néha az a helyzet, hogy, hogy ránk omlik a bakolat, vagy nem. De, de azt gondolom, hogy szerintem ezen, ezen, múlik, hogy így egyszer valaki azt mondja, hogy figyeljetek, miért nem? Tehát miért tehát egy óvodában miért tudunk kedves, bájos, barátságos környezetet csinálni, és aztán amikor nagyok lesznek idézőjebb, akkor miért nem? Hát ők ugyanúgy, sőt, még talán sokkal jobban örülnek, hogyha van a teremben egy 6-8 babzsák, amire a szünetben le lehet heveredni, lehet birkózni né 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 rajta, vagy csak úgy lenni. Tehát, hogy szerintem ezek nem, 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 olyan, nem olyan tételek, vagy nem olyan dolgok, amikre ne lehetne áldozni. A pedagógusok részéről ez a fajta jövőkép szented milyen változást igénye? Mert mondtad, hogy vannak azok, akik ilyenek, mint te, meg vannak, akik nem teljesen ilyenek, meg ugye azért azt lehet olvasni, hogy annyira nem vonzó ez a pálya, hogy millió számra mennének oda a fiatalok, hogy már pedig én aztán tanítani akarok. Hát egyáltalán nem vonzó a pálya. Tehát most már csak az én őrültek vannak, meg az őrültek maradnak, vagy az őrültek jönnek. Félelemmel töltel amúgy mert annyira gyorsan változik, hogy nem tud adaptálódni. És, és egyszerűen folyamatos evolúciós ugrásokat kell végrehajtanunk, akár digitális eszközök használatában. A kérdés, hogy akarunk-e vagy nem akarunk ennyire lépést tartani, amúgy ezen nem is tudunk lépést tartani. Most ugye egy nagy új új történet van a mesterséges intelligencia, amivel még csak ismerkedünk, még picit szottagolgatjuk, hogy hogy akkor most az írni fog-e dolgozatot, összeállít-e dolgozatot, megírja-e helyettem a statisztikát, kitölti-e helyettem a naplót. Szóval nagyon furcsa, tehát egy picit ilyen izgalmas, de picit félelemmel, félelemmel tölt el, hogy, hogy folyamatosan változni kell, folyamatosan adaptálódni kell, és biztos, hogy tudom-e, vagy meg tudom-e érteni, vagy hogy le tudom-e győzni a saját félelmemet az ügyben, hogy mondjuk egy mesterséges intelligenciát tudjak -e használni, vagy akarja e használni. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom, nekem ilyen félelmeim voltak ezek néhány év, amikor hallottam, hogy van okos hűtő, ami megrendeli, hát tudom, de biztos, hogy nem. Tehát még mi, mi van, ha nem tudom, 500 tojást rendel, amit persze tudom, hogy be van biztosítva, hogy visszacsekkol, visszakérdez, stb. 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 De hogy a hűtőm nem mondja már meg, hogy én most tojást akarok enni, vagy nem. Tehát, hogy ilyen nagyon... Tehát én még ez a Pont én vagyok az a közös generáció, aki ugye a digitális bevándorló, mert hogy az előttem lévők, ők egyáltalán nem digitálisak, a maiak digitális benszöltek, én meg ilyen bevándorló vagyok, ahogy amúgy minden korábbi generáció, aki még most él és aktívan használja az online felületeket, és a miénk az tényleg egy ilyen közös állapot, hogy picit azért ószakodunk. Tehát én úgy nőttem fel, hogy az utcánkban volt egy darab vezetékes telefon, tehát ahhoz képest, és ez a 30x évvel ezelőtt volt, ahhoz képest azért ma már, ma már sokkal nagyobb ugrás van. És ezt is megszoktuk, ebbe és beletanultunk, csak, csak idő kell hozzá, meg, meg, lehetőség, meg tér arra, hogy egyáltalán, egyáltalán tudjak fejlődni. Hát igen, ez a kérdés, hogy ezzel hogyan, bocsánat, ezzel hogyan tart lépés az oktatás, ami hogyha még hmm. valaki úgy dönt, hogy mégiscsak tanár szeretne lenni, akkor vajon mennyire korszor az a tudás, Mit ma egyetemen meg lehet szerezni, ahhoz, hogy egyébként majd a jövő generációját az ő érdekeiknek és igényeiknek megfelelően lehessen tanítani. Mm -hmm. Azt tudtam mondani, hogy hogy jelenleg 21. századi gyerekeket tanítanak, 20. századi emberek 18-19. századi módszerekkel. Ez a magyar oktatás. Szerintem ennél képletesebben nem <laughs> tudom összefoglalni ennek a lényegét. Uh, iszhatos, tehát. Az egész tudásbázist meg kéne változtatni, hogy mire van szükség, mire nincsen szükség. Van-e szükség XY költő vagy író XY regényére, vagy adaptáljuk, vagy kicsit máshogy tanuljuk. Van-e szükség esetleg ezekre a történelmi évszámokra? Van-e szükség arra, hogy nem tudom, megtanuljuk az ókori kelet államainak uralkodóit, vagy nincs? Tehát, hogy, hogy és az a baj, hogy ebből folyamatos vita van, de hogy amióta én pedagógus vagyok, meg amióta én visszaemlékszem bármire, ebből folyamatos vita van a pedagógusok között, mert hogy, mert hogy egy egy tör is azt fogja mondani, hogy hát minek a, nem tudom, integrálás, deriválás, egy matekos azt fogja mondani, hogy minek a, nem tudom még, minek az évszáma. Tehát, hogy nincs konszenzus, de még a történelem talán között sem, mert én, hogy lehet, hogy itt a, nem tudom, ókori, ókori, egyiptomra, de hát az a mindennek az alapja, az alfája, omegája és eredője, akkor az kell. Vagy lehet, hogy én azt mondom, hogy lehet, hogy nincs szükség három jókai regényre. Akkor azt mondja a magyaros, hogy de igen, van, mert hogy a magyar irodalom és a magyar kultúra is. Tehát, hogy Ebbe szerintem sosem lesz megegyezés. Tehát Ez egy huszárvágással össze kéne lakni, meg kell csinálni, és végre ki kéne próbálni. Mindig vannak kicsit alakítjuk, hogy kicsit kiveszünk, kicsit visszalakunk, kicsit átalakítjuk, csak sajnos na, nagyon sokszor, és elnézést a kifejezésre, de nem hozzáértő emberek csinálják, vagy olyan, nem olyan emberek csinálják, akik aktívan ott vannak a gyerekek között, hanem hogy a saját, tehát lehet, hogy még a változás mentén is tök jól, de nem képződik le ez a valóságban, vagy nem kivitelezhető a valóságban. Tehát most például a magyar oktatásban ott tartunk, a magyar irodalomban, hogy, hogy van olyan időintervallum, amikor egy óra az egy mű, de egy regény. Tehát, hogy több száz mű van az irodalom listán, amit végig kell venni a négy év alatt. És ebben vannak több száz oldalas regények, amire egy tanóra jut. És akkor ér végig az ember az összes tananyagban. Tehát, hogy ezért iszonyatos tudás, tehát hogy kicsit nem tudjuk elengedni azt, hogy minél többet kell tudni. Mert hogy nekem ez egy örök példám, és most mondom először úgy, hogy, úgy, hogy összeszotorul picit a szívem, hogy nekem mi, mi mindig azt mondták gyerekkoromban, hogy, hogy már azért kell mindent megtanulni, mert ha egyszer a Bágó István kérdez tőlem, akkor, mm. akkor ugye ne égek le, ne égek be egy ország előtt. És akkor én mindig, mindig, az volt a vágyam, hogy egyszer Vágó István kérdezem, és sajnos ez már az a, apropó, miért nem, megvalósítható, és nem, nem de érdekesen reagálok erre még mindig, de, de közben meg biztos, hogy kell ennyi tudás de az sem jó, hanem mert nekem azt mondták, hogy mert hogy persze, hogy ott van a telefon, de mi van, ha megszűnik az internet? Mondom, akkor szerintem kisebb gondom is nagyobb lesz annál, hogy, hogy mikor volt a Rákóczi Szabadságharc vége, amikor megszűnik az internet, és leáll a, a kezdve mindenünk, tehát akkor nem ez lesz a problémánk, hogy hogy fogok információt kigyújtani a fejemből, vagy bárhonnan, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy én magam is batinálok, hogy ha nekem kéne megmondanom, hogy mire, mire lenne szükség tananyag szempontjából, még ne, én sem biztos, hogy konszenzusra nekem magammal. Nagyon nehéz, ugye, mert az, Ez nehéz az ember az úgy gondolja, hogy, hogy azért a tudásra szükség van. De hol szabsz határt? Hol szabod meg a kereteket? Vagy hol van az, hogy értem, hogy nagyon fontos a kémia, de ha valaki tök hülye hozzá, nyilván valamilyen alapra szükség, mm. szüksége van, de ne, nem fog tudni úgyse olyan mélységekbe menni, akkor miért nem? Mm fókuszál arra, amiben meg sikerélménye van. Szóval ez egy Persze. nagyon nehéz kérdés, és hogy hogyan tudja az iskola igazából azokat az igényeket kiszolgálni, amivel azok a gyerekek majd, amikor bekerülnek valamikor a munkaerőpiacra, akkor valós tudással rendelkeznek. Tehát ezért ez így... Ebben szerintem tök szimpatikus. Akár mondjuk az amerikai rendszer, akár ugye mondjuk a finn rendszer, csak, csak hogy kiemeljem azt is, ahol, ahol az, hogy van egy alapozó tudás, amit mindenkinek el kell sajátítani az alapot, és attól kezdve, mint kvázi egy egyetemen, ő veszi fel a tantárgyait, ő rakja össze. Ő állítja össze, hogy én most nem tudom, természettudományos kurzusra megyek, és akkor ott, ott, akkor egy éven keresztül a természettudományos órákra jár be, és akkor már te van az a néhány kötelező óra, mert hogy, mert hogy tényleg az van, hogy rengeteg felesleges dolgot tanulunk, és ez nagyjából egy, egy 12-14 éveseknél már kialakul az irány, kialakul az, hogy őt mi, mi érdekli, mi az, amiben tehetséges, mi az, ami dühíti, mi az, amiben egyáltalán nem jó. Én azt gondolom, hogy amiket nem szabad elhagyni, az például a mozgás. Tehát azt, azt hogy nem, nem kell szabadon választhatóvá tenni, hanem igenis minden gyermek mozogjon. Azért a testnevelés oktatásban is kell fejleszteni, meg fejlődni, bár bár nagyon-nagyon bár, bár jó példákat látok magam körül arra, hogy lehet ezt jól is csinálni, meg élvezettel, élvezettel csinálni, de onnantól kezdve szerintem tök jó egy olyan, hogy tényleg megválaszthatja, csak ez megint azt kell, hogy ennél jóval több tanár kell, mert most 30-40 gyerekül egy tanórán, és hogyha az a 30-40 gyerek mondjuk ötféle kurzusból választhat, akkor ugyanannyi idő alatt nem egy ember kell, hanem öt. Nem egy óra tömeg kell, hanem öt óra kell rá. Tehát meg kéne az egész, az egész dolgot variálni, hogy akkor jóval többféle választási lehetőség van. De ugye ez meg, ez meg megint szembe megy azzal, tehát hogy, a, hogy, hogy ugye most, amit, amiről beszélünk, hogy tanulnak reformálás, hogy, hogy újítás, hogy, hogy, hogy tananyag csökkentés, hogy teher csökkentés, de az meg mind szembe megy ez a, azzal, hogy közben brutális tanárhiány van, és nincs aki ellása, és osztályokat kell összevonni. Tehát nem, hogy, nem, hogy afelé megyünk, hogy, hogy az ideális 12-16-os létszámban dolgozzunk, hanem most már nem ritkák a 30-40 közötti méretű osztályok egy tananyag, és semmit nem tudsz kezdeni, azon ki, hogy kiállsz és elmondod a tananyagot. Tehát hogy itt van egy nagyon éles ellentét abban, hogy, de, de ez Nyugat-Európában is amúgy tendencia, tehát nem kell, nem feltétlenül csak azt mondani, hogy hú, ez kizárólag nálunk van az elhibázott oktatási rendszer miatt, ami a 30 éve tart Magyarországon, hanem hanem Nyugat-Európában is van egyfajta visszaesés a pedagógusok létszámában, de ott nagyon hamar felismerték azt, hogy ezt nagyon gyorsan meg kell állítani, és nagyon gyorsan tenni kell, és állami programokat hirdettek arra, hogy hogy lehet vonzóvá tenni a pályát, mit lehet tenni, népszerűsíteni, és hogy hát, hogy igen, tehát kellenek pedagógus influencerek. Oké, okay, vagyok én, meg vagyunk meg még ketten, hárman, de kellenek. Tehát kell nyitni a, kell nyitni a fiatalok felé, kell nyitni, meg kell mutatni azt, hogy így is lehet. Tehát, hogy, hogy, nem, nem arról szól, hogy én ex katedra kihentek dolgokat, és akkor ott állok, és nagyon komolyan elmondom azokat a dolgokat, hanem, hanem, ha, hanem a vonzóságát meg kell, meg kell mutatni a szépségét. Csak nagyon nehéz úgy, hogy miközben korog a gyomrod a nap végén, akkor, akkor a gyerek mosoly már nem biztos, a kárpótol. És akkor én nem értett, hogy miért célhoztam. Nem értem. nem Aki megy, ez lenni jobban. a standard, a, 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 standard szövegek, hogy, de hogy ez egy hivatás, mert a gyerekek szeretete, a gyerekek mosolya. Üm, én esküszöm meg be, be, bemenni egy boltba, egy étterembe, és amikor kérik, kérem a számlát, akkor mondom, hogy akkor most gyerek mosolya szeretnék fizetni, vagy, vagy csillogó gyerek tekintettel, nem biztos, hogy meg fogom tudni oldani. Nem biztos, hogy nem fogod megoldani, meg, meg se próbáltad, hogy ez csak ez a... Egyébként, hogy szóval hoztad ezt az influencerkedést, mert nagyon érdekel, hogy amikor elkezdted azt, hogy akkor oké, okay, akkor most én mint Nyilván akkor még nem tudtad magadat influencernek nevezni, mert valamit ezt az asztalra, hogy elhiggyék Akkor neked, még nem tehát, létezett ez a szó amúgy. Na, de igen, tehát, hogy, ugye ez a... Igen. De hogy hogy érdekel, hogy a te tapasztalatod alapján ez neked mit hozott, mint pedagógus a konyhára. Mm. Tehát én most nem azzal foglalkozom, hogy most akkor jöttek szponzori tartalmak, mert ezt mm. el szoktad mondani, hogy neked, neked ez a megélhetésnek egy, egy része, de ez a része azért abban azért, a kevésbé érdekel, mert ez milyen jó, hogy ezt te kitaláltad, mm. de hogy mint, mint pedagógus, hogy mondtad, mm. hogy, hogy felnyitni nem sok szemét hogy szemléletváltást elindítani, hogy egyáltalán olyan impulzusokat kapni, amiket aztán be lehet forgatni a hétköznapi munkádba. Tehát, ugye ebből az értelem, vagy ebben az értelem. Egyrészt influencerként, ami nagy előny, mondjuk akkor me menjünk a, a hétköznapi uh, munkámtól, egy hatalmas nagy előny, hogy ismerem a közösségi média működését. Tehát látom, hogy a gyerekek mit fogyasztanak, milyen tartalmakat. Nézem azt, hogy mikre reagálnak, hogy reagálnak, miket néznek. És ezt így be tudom építeni. Tehát, hogy, hogy tudok haladni ezzel a, ezzel a fajta mentalitással, hogy TikTok videót gyártsunk szécsényiből. De, de, 20 másodpercben, és abban a 20 másodpercben legyen benne mondjuk egy nagyon fontos infó szétsen, amire releváns infó. Vagy nem tudom én, készítsünk messenger beszélgetést, akkor egy időben ugye létrehoztuk különböző történelmi alakok profilját, csak azt a Facebook mindig letiltotta, hogy nem valid. <laughs> Mert ugye hát tényleg nem. Ö, tehát, hogy, hogy, hogy abban tök jó, Ö, a kifelé, a társadalom felé szerintem az, az, a nagyon fontos, hogy én megmutatom azt, hogy, hogy mondjuk hogy nézek ki egy de három napos ö, intenzív ö, vizsgáztatás után. Hogy így nulla filter meg minden nélkül, táskások a szemeim, és nem, tényleg nem tudok beszélni, tehát nem tudok kommunikálni, mert annyira le van az agyam. Vagy, vagy kiteszem azt, hogy de jó nekem, hogy pedagógusként a, alig dolgozom, én ám este tízkor megmutatom, hogy témazárókat javítok, és fekszem a kanapén, és még mindig dolgozom, és nem végzek. Vagy az, hogy milyen, amikor dolgát állítok össze, vagy hogy készülök egy órámra, vagy hogy néz ki egy tábor. Tehát egy picit, picit és nagyon örülök, hogy mostanában nagyon sok szakmának van influencere, most már van köműves, meg asztalos, meg, meg repülőgéppilóta, meg nem tudom, micsoda, hogy releváns képet kapsz egy szakmáról. Teh tehát, hogy megmutatod azt, hogy igenis ez ezzel jár. E mert, hogy egy iskolában a legalapvetőbb dolog, ami nekünk nem tűnik föl, ha valaki, aki nem iskolában dolgozik, bejön hozzánk két óra után azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi hogy tudjuk ezt a borzasztó zajt elviselni, mert neki megfájdult tőle a feje. És én nem hallom, hogy zaj van. Tehát, hogy, hogy ezt is megmutatni, hogy figyeljetek, vagy például valamelyik nap, amikor, amikor egy könyvemutatóra készültem a figyelemről, akkor megnéztem azt, hogy hogy egy 15 perces szünet alatt hány diák állít meg, amíg a teremből a tanáriba érek és vissza. És hány kérdést kapok, vagy hány diáktól egy-egy mondatot, hogy jaj, jaj, jaj figyelj, ez az, az, 27. Tehát 15 perces szünet alatt a tanteremből a tanáriba és vissza 27-szer állítottak meg. Vagy pedig már bementem a tanáriba, és még hárman kopogtak, hogy azt szeretném kérdezni, hogy vagy azt keresem, vagy azt szeretném mondani, hogy ez történik. Tehát, hogy ez egy brutál nagy pörgés. És ezt is bemutatni, hogy ez. De ha, ho, ez nem annyiból áll, hogy én bemegyek az órára, és ott nagyon kedves, aranyos gyerekek néma csendben ülnek, és hallgatnak, Iszák és isszák a szavaimat, és vágynak a tudásra, hanem ők fáradtak, ők élnek, ők léteznek, ők nem akarják, ők nyűgösek, ők hisztisek. Kontra bemutatom azt, hogy fáradt vagyok, nyűgös vagyok, hisztis vagyok, nem akarom. Mert hogy, mert, hogy, mert hogy ne idealizáljunk már szakmákat. Én azt gondolom, hogy, hogy azt mindenki el tudja mondani, hogy a pedagógiában mi a szép. Azt mindenki el tudja mondani, hogy a médiában mi a szép. De azt, azt senki nem tudja, vagy, 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 régen nem mutattuk azt, hogy egy, hogy egy műsorvezető, hogyha mondjuk napi talk készít, akkor, akkor 12-14 órát forgat, és ötször öltözik át, és 32-es minkelik ki és még a 12. órában is mosolyognod kell. E, mert amikor én is fo forgattam 6-8 órákat múzeumoknak, és folyamatosan át kellett öltöznem, mert hogy, mert hogy több hétnyi, hónapnyi műsor anyagot forgattunk le, és minden helyszínen más ruha. És ott nem láthatta rajtam, hogy az első felvétel az elge 9-kor volt, az utolsó meg este 8-kor, és akkor is ugyanúgy kellett beszélnem, és ugyanúgy. Tehát, hogy de ezeket meg mu mu mutassuk már meg, mert hogy ne, ne, azért, ne azért menjen valaki egy-egy szakmára, mert azt gondolja, hogy hát ez Úristen, hát ez a csupa fény és csillogás az egész. De ebből a szempontból az is kérdés, hogy oké, okay, okay. megmutatott, hogy hát mm. akkor ez itt a, a szürke valóság, vagy nem is annyira szürke, hanem sokszínű valóság, mm. de hogy vajon ezzel hogy hatsz a saját tanítványaidra, hogyan hatsz a saját tanítványaid szüleire, mm. hogyan hatsz a lendő. Mm tanítványait szüleire? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A... De régen mondta egy diákom, hogy ő például nem követi már a, mára, a Facebook oldalt, mert azt mondta, szerintem ez egy legnagyobb visszajelzés ever. Azt mondta, hogy ő minek olvassa, amit ő megtapasztal élőben. Ami ott van. Akkor minek? Neki ott vagyok én. Tehát, hogy én ott nem a... Én ott nem az influencer vagyok, nem az író vagyok, nem az ismert ember vagyok. Én az ő tanárok vagyok. Én a szobájuk az osztályfőnökük vagyok. Ö, tehát ebből a szempontból tökre én külön tudom választani. És persze van olyan szituáció, amikor nem. Tehát amikor ők nem tudják külön választani. Ö, Insta Instagramon követnek, ö, és akkor mindig mondják, ma hogy jaj, de aranyos Marci a kutyám, és látták, és tök jó, vagy finom lett a spárga, amit főztem, egy ilyen, ilyen idióta történeteket rakok ki. Ezt kell a népnek állítólag. Én meg élvezem. Te meg, te meg odaadod nekik, amit én Teljesen, de hogy van az a pénz, amiért hajlandó vagyok spárgaról is posztolni. Nem, azt teljesen ingyen teszem amúgy. Te, tehát, hogy, hogy, az, az meg az, hogy látják, hogy én egy ember vagyok. Amit látnak a teremben is, az más kérdés, hogy mit szól egy, ehhez egy szülő. Mert egy nagyon konzervatív szülő azt fogja mondani, hogy hát én ehhez biztos, hogy nem adom a gyerekemet. De attól én még nem fogom magam meghazudtalni. Én, 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 én ismerek olyan ta tanárt, akinek kettő közösségi média profilja van, van egy szülő és diák kompatibilis, és van egy valós. <hállt> <hállt> és sz sze Nagyon ez... melyik az érdekesebb? Hát, igen. Az... <hállt> Nekem meg ez egy meghasonlás lehet, hogy így is három felöltet kezelek. Hát, ha még akkor kéne egy konzervatív szülőkompatibilis, szülő-nagy kompatibilis, meg egy lazább, meg egy influencer, és ott még egy jelenjen meg egyik a másik helyen, mármint emberek, akik követik. Szóval, nem tudom, ez biztos érdekes... van negatív hatása uh -huh. ennek ezt az, Azt hogy most behoztuk ezt a, ezt a dolgot, alapvetően azzal, amit csinálsz, adott esetben a szülőket is tudod hogy mondjam, motiválni abba az irányba, hogy vállalják föl saját magukat a gyerekeik ellen, előtt, meg a közösség előtt. Arról meg nem is beszélve, hogy az én olvasatomban az lenne a nagyon jó, hogyha lenne egy normális együttműködés a szülők és az iskola és a tanárok között, abban, hogy a nap végén a gyereknek a boldogulását kell megtámogatni több oldalról. Ez egy ideális állapot lenne, és próbálkozunk ezzel, csak minket nyoma a fenntartó meg a rendszer, a gyerekeket nyomják a szülők, minket nyomnak a szülők, mi nyomjuk a gyerekeket, mindenki nyom mindenkit. És ebben nagyon na, na, sokszor pont elveszik a gyerek, meg elveszik az élvezeti faktor, amiről már beszéltünk, hogy hogy ezért tanulni tök jó, meg élvezetes tudás szerezni, ha, ha megfelelő módon történik. Ö, igen, És én mindig, mindig a, megpróbálom a szülőket is edukálni. Vagy egy görbetükröt tartani, amit én ezt nagyon szeretem, hogy egy picit görbetűkről tartani mások elé, amin iszatosan vér is értődnek. De egy nagyon jó példa, még 6, vagy 7 évvel ezelőtt egy, mindegy egy, egy, ilyen állatparkban, ahol a halak úszkálnak, kiírtam azt, hogy ott egy szülő elment a gyerekével, és akkor lefotózkodott a gyerekével, és attól kezdve nem figyelt a gyerekére, mert éppen posztolt arról, hogy a hashtag tökéletes anyja, vagy together. De, hogy és akkor ez írtam, hogy haho emberek, tehát, hogy nem lehet hogy ezt egy picit nem, és képzeld hogy ez ilyen három havonta előkerül, és mindig ilyen anyázó kommentek annak alatta, hogy én mit képzelek, hogy a szülőket így leosztom, és hogy nem értem meg, és, és ez 6-7 ez éve folyamatosan visszatérő. Tehát ez, ott én nagyon be, belenyúltam valamibe. Meg én őszintén megmondom azt is, ha valami nem. Tehát hogy azt mondom, hogy, hogy figyelj, tehát szülőként tökre értelek, de nem mond nekem azt, hogy te megnézted a tanmenetben, és nekem a 78. oldalon kéne tartanom, és miért csak az 52. oldalon tartok. Ezt ne kérdezz meg tőlem, Lice, én sem, én sem megyek be a boltba, és kérdezem meg a bolti adótól, hogy, hogy ne haragudjon, az a ketchup, az miért ott van, mert, mert, én szerintem azt hogy marketing szempontból lehet, hogy két polccal arrébb kéne tenni. Én, én, én nem pofázok bele szakmai dolgokba. Elvárnám, hogy meg lehet kérdezni, hogy, hogy a úgy tűnik, mintha az elmúlt két hétben nem történt volna semmi. És akkor elmondom, hogy igen, mert ez és, ez és ez és ez a gyakorlat volt, ami ezt és ezt készíti elő, és ami ezt és ezt a képességet fejleszti. Azt tök oké. Okay. De amikor üti az asztalt, hogy a 78. oldalon kéne, és még csak az 52. oldalon, vagy miért nem fejezem be év végére a tankönyvet, akkor, akkor azt, azt tudom mondani, hogy ezt ne csináljuk egymással. Mert ez nem jó. Mert hogy bízom már a, a pedagógusnak a szakmai munkájában. Persze, ha látja, és valóban látja, hogy nem szakmai munka történik, hanem a gyerek kárára történik akkor természetesen szóljon. Természetesen lépjen. De amíg azt látja, hogy a gyereke élvezi, a gyereke fejlődik, csak nem abban a tempóban, ahogy ő elképzeli, akkor addig ne szóljunk bele egymás dolgába szerintem. Mennyire stresszes egyébként a mai gyerekeknek a, az élete? Na, nagyon sokan mondják mm -hmm. azt, hogy hogy elképesztő, hogy mennyi szorongás van, tehát, hogy hihetetlen módon megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik pszichés problémával küzdenek, akár már általános iskolában, de középiskolában is. És azért ez olyan, olyan döbbenetesnek tűnik. Nagyon. Pláne az elmúlt x év, tehát itt ezzel a, a Covid bezártság, ezzel kapcsolatos ugye félelmek, aztán oltáspara, aztán háború, aztán gazdasági válság, aztán háborús infláció, aztán nem folyamatosan ömlik rájuk. És ugye, tehát én beszóltam most na nagyon híres politikusnak kommentben, aki, aki kitette, hogy a világháború a küszöbön áll. És akkor leértem, hogy ha nem gondolsz a gyerekekre? Hogy nekem holnap ezzel a dolgom lesz, és azzal kell kezdenem, hogy helyre teszem ezt a gyerekekben, hogy ne féljen a világháborútól, amikor a szomszédunkban háború van, és köszönöm szépen, épp eleget kellett dolgoznunk azon, hogy ne féljenek. Tehát, hogy csak egy példa, hogy, hogy annyira gyorsan elérik a Mert én nem, érem, nem értem el egyedeként a híreket. Ha bekapcsoltam a, a, híradót, vagy néztem, vagy belnéztem, akkor sem biztos, hogy érdekelt, vagy értettem. Nem az, de iskolában voltam, hazaértem, tévé bekapcsol, és láttam, hogy összeomlik a World Trade Center. De nem az volt, hogy már az iskolában tudtam, és is élő képek 83 millió Instagram videó. Kitört az orosz-ukrán háború, amire bementem, a gyerekek már teljesen kívül voltak. És az a saját félelmeimet is le kellett győzni, és akkor, oké, okay, gyerekek, beszéljünk arról, oké, okay, volt már ilyen mellettünk nem régen, 10-20 éve szintén volt háború, csak a másik irányban, tehát délszláv háború, nem kell félni, ez nem olyan. És bekérdez egy ilyet, hogy, hogy oké, okay, de mi történik, ha az ő szüleim me me meghalnak? Mert a háborúban emberek halnak meg. Akkor a másik gyerek az elkezdett sírni, hogy mert anyukája mondta, hogy a, a, Budapest mellett vannak már a tankok. Mert hogy reggel a halta a, halt a rádió, hogy a főváros közelében vannak a tankok. Csak nem hallott, hogy Kiev. És ezt azonnal mondta a gyerekének, hogy már itt vannak Buda, és, és az iskolába. És akkor kezdjél ezzel valamit. Tehát ez a nagyon brutál információáramlás, ők nem tudják megszűrni, nem tudják feldolgozni. Akkor ez a Covid bezártság, ez, ez majd már most kezdenek kijönni, Sokkal többet a de depressziós gyerek, a pánikbeteg gyerek, az önmaga ellen forduló gyerek. E, csak én akkor én 2000, tehát a, leg, tehát a legelső év vége felé, akkor mondjuk én beszéltem egy gyógyszereszt, és mondta, hogy a, csak, csak abban a hónapban háromszorosára nőtt a 18-án aludjáknak kiadott antidepresszánsoknak a száma. Mert a szülő telefonált a háziorvosnak, hogy hát mit csinál a gyerekkel, hát már itt be van zárva és befordul, na adjon neki antidepresszánst. Tehát, hogy iszonyatos problémák vannak, és, és, pont azért, mert nagyon szenzitívek, ezek nagyon mélyre mennek bennük. Mert amíg én, én, tehát én nem tudtam, hogy mi zajlik Afrikában, vagy Afrikában éheznek, max, max néha láttam. Vagy az, hogy, hogy, a világban hol van háború éppen, vagy, kik ki kit öl meg, vagy, vagy, bekapcsolsz egy híradót, és csak annyiból áll, hogy, hogy kitöltek meg, kiterőszakoltak meg. Én, hogyha elmentem Papkeszin a Fodrásznál, akkor, akkor ott, ott volt egy zsarú magazin. És abban láttam gyilkosságot, hogy Úristen ilyen Magyarországon van, hogy gyilkosság, nem, pont nem érdekelt. És tehát, hogy ez a fajta nagy nyomás, és ezt nem tudjuk tompítani. Tehát ezt, ezt kéne valahogy tompítani. Ezért mondom, hogy minden iskolába kell mentális szakember, ember, kócs, minimum. Mi mindegyikből egy, de inkább több, és beépíteni ezt a foglalkozásokat a, a, a tanórákba, hogy legyen, legyen, ki, legyen lehetőség kiventillálni, legyen lehetőség feldolgozni. Mert azért az elmúlt három évben, tehát rájöttem, hogy mi sem vagyunk felkészülve mindenre. Hogy mit válaszolok egy gyereknek, hogy vele mi lesz, ha meghalnak a szülei. És most, most, most azt mondod neki, hogy nyugi nem fognak meghalni. Az a nem nyugtatod meg, az nem, nem adsz választ elmondod neki a valóságot, hogy akkor a legközelebbi rokonod magához fog venni, vagy gyámhatóság alá leszel honva? akkor meg megijesztett, tehát borzasztó ezekre válaszolni, és mindig azonnal értesülnek, és kérdéseik vannak, és meg akarják beszélni. Különben pont az amit hogy hogy a segítőknek, pszichológustól, pszichiátertől kezdve mindig vannak segítőik, akikhez el tudnak menni szupervízióba, hogy egy kicsit kibeszéljék a problémákat. Amiről most te beszélsz, abból nekem az is következne, hogy a pedagógusoknak is ugyanerre lenne szüksége. Nem, hogy a gyerekek kell, kellene, hogy foglalkozzon valami mentelhygénész szakember, hanem veletek is, hiszen tényleg ezt szembesültök. Az ember nem is gondolná, hogy tényleg ebben az értelemben van még egy plusz teher és felelősség a vállalatokon, hogy ott lecsapódik minden. Hát, emeletek, hivatalosan az pszichológusnak feladata lenne a pedagógusokkal is foglalkozni. Ugye az egy érdekes kérdés, hogy olyan munkatársunk, tehát hogy, hogy lehetne ezt kivitelezni. De amíg ott tartunk, hogy 500 gyerekre van egy pszichológus egy iskolában addig nem nagyon tudunk miről beszélni, hogy még belem is foglalkozom, az én lelkemmel is foglalkozom, nekem is tartson, nem tudom, meditáció gyakorlatot, vagy autogéntréninget, vagy nem, bármit. Ö, nekünk nincsen szupervíziónk. Mi egymásnak bentillálunk, és egymás között oldjuk ezt föl. akár, akár egy beszélgetéssel, akár egy közös fröccsözéssel, és iszonyatosan sok röhögéssel, és nevetéssel. Tehát, hogy, hogy nagyon sok minden ne röhögünk, és poénkodunk. Miért nem tudod máshogy feldolgozni, nincs más kivezetésed. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy például a szupervízió is szükség lenne. Szükség lenne, kócsokra, akire bármikor lehet fordulni. Ezért most elindult egy ilyen kezdeményezés, hogy pszichológusok, kócsok, mentálhigiénések szálltak, és ingyen pedagógusoknak biztosítanak segítséget így a pályamódosítás kapcsán, vagy az esetleges pályamódosítás pálya elhagyás kapcsán, de hogy lehet, tehát hogy erre tök jó lenne figyelni, mert, mert igen, egy orvosnak is van, aki elmondhatja, hogy ma már a tizedik beteg halt meg a kezem között, és nem bírom a terhet, akkor most mit csinálják, kibőgjen magam, a többi. Nekünk nincs. Nekünk nincs kivezetés és ez borzasztó. Tehát, hogy ez, ez iszatos lelki teher, és hát nem véletlen azért van, aki az alkoholhoz nyúl. Mint, mint minden ilyen szakmában azért, mint tudjuk, azért ügyvédek, orvosok, pedagógusok között azért vannak alkoholisták, még ha nem is látszik rajtuk, Amit szerintem egy nagy probléma. De ezt a nagy terhet, ezt nem tudod máshogy. Mert amíg régen, régen én nem beszéltem a, azért lelki problémáimról, a szerelmi bántalmról, nem beszéltem a pedagógusaimmal, a mai gyerekek beszélnek a mai gyerekek elmondják, hogy ő most, ő most, úgy érzi, hogy nem tudom, átverte a barátja, és most mit csináljon. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon furcsa és jó változás abban, hogy emberként közelítünk egymáshoz, csak az én kivezetésem az hol van. Mondjuk nekem olyan osztályfőnököm volt általános iskában, arra emlékszem, mondtam, hogy Zsuzsa nekem nagyon tetszik a másik osztályból, a nem tudom, nincsen neki barátni, és akkor ment Zsuzsani, és néni, és hogy, hogy van-e szóval, jó, hogy ez nyilván ez pedagógus persze. függő is, hogy, hogy hogyan tudsz valakire számítani. Képzeljük el, oké, okay, mondtam, hogy ilyen jövő pedagógus, stb. Még egy ilyen utolsó, ilyen vizualizációs utazásra hívlak mondjuk 20 év múlva, vagy 25. Mm -hmm. Még, a, még a, Te még akkor is aktívan fog szerintem. Há, reméljük, Na. bízom benne. Na. Jön, fog akkor dolgozni legalábbis. Akkor képzeld el, hogy szerinted akkor milyen problémával fognak fordulni a gyerekek? Vagy lesz egyáltalán problémájuk? Ha lesz, akkor az milyen lesz? Annyira érdekes, mert nem mások a problémáik, mint nekünk voltak. Ugyanúgy szerelmesek ugyanúgy szenvednek, ugyanúgy szakítanak, ugyanúgy összebalhéznak a szüleikkel. Tehát, hogy az alap problémája egy kamasznak az ugyanaz, mint 20 éve, 40 éve. A felgyorsult világ okoz, okoz problémát, és okoz kisebbségi komplexus, testkép, zavar, stb, 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 stb. Amit nem gondolnák, hogy nem volt régen, mert megnéztem egy ne, ne, nem tudom, nekem most mindig beugrika, hogy régen, aki nem tudne, régen lehetett dohánytermékeket reklámozni, és mindig izmos, félmeztelen férfiak népszerűtették a dohányzást. Lények, Na, a sportos nagyon sportos, nagyon egészséges. Motoron vagy lovon, ugye? Ez szokott <laughs> lenni, és akkor már tudjuk, hogy melyik márkáról beszélek, és és hát érted, láttál egy, egy, újságban egy ilyet, majd magadra nézel, akkor ugyanúgy okozott benned komplexust, csak azt mondjuk, a havi egyszer láttad az újságban, vagy kétszer naponta a tévében. És nem a közösségi médián naponta jött. És ö, örülök annak a trendnek, hogy most már megmutatjuk a valóságot, kitesszük magunkat smink nélkül, filter nélkül, reggel fáradtan, stb. 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 De hogy az alapproblémájuk az ugyanaz. Ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy vágynak az elismerésnél, ugyanúgy nem bíznak magukban, ugyanúgy elégedetlenek a kislábújukkal, a kis mindenükkel, a nagy mindenükkel, a ez nagy, az kicsi, és általában mindig az nagy, aminek kicsinek kéne lenni, és fordítva. De nekünk is ugyanez volt. Tehát nem volt más. Csak, csak most már talán, mintha egy picivel nyíltabban beszélnénk erről, vagy ők nyíltabban beszélnek, vagy, vagy bátrabban mernének segítséget kérni, mondjuk egy, egy felnőttől, vagy egy felnőttnek elmondani. Párkapcsolati dolgokról beszélgetünk, hogy mikor érdemes szakítani? De most pár hónapja jött egy lány, és mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy szakítson el. De mondom, miért akar szakítani? És felsorolt 83 okot. És én néztem, és annyit gondoltam, hogy, és Pied, még mindig van kérdésed? És az elméd és mondta, hogy már nincs. És elsételt, hogy másnap bejött, hogy szakított. És, mondta, és semmit nem mondtam neki. Tehát én nem mondtam, hogy szakítson, nem mondtam, hogy ne szakítson, csak meghallgattam. És kívülről végighallgatta a saját érveit amellett, hogy ő nekem vázolja, hogy ő miért, akarna szakítani, csak visszadobtam neki a labdát. És ennyiben tökre megoldott ez. És persze utána ő is szomorú volt, és kérdezte, hogy de ha ő szakított, miért szomorú? Akkor nem mondtam, hogy mert hogy amikor szakítunk, az mindenkinek fáj. És ez 20 éve is fájt, mint 40 éve is fájt, csak, csak akkor még nem vállaltuk fel ennyire az érzelmeinket. Ennyi a különbség. Tehát, hogy én bízom benne, hogy, 20-25 év múlva és ugyanezekkel a problémákkal fognak küzdeni a gyerekek, és nem a, nem tudom, azzal, hogy a mesterséges intelligencia több nem tudom mit rendelt neki, mint amit akar. Próféta <laughs> ez ez szóljon belőle, tehát hogy legyünk, nekem ez a mániám, hogy maradjunk emberek meg emberiekkel igen, 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 igen. A, a, a következő évtizedekben, és nagyon örülök, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.